A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetést, amelyben a Fejér megyei Szent István Király Múzeum történetét elevenítjük fel, hiszen ebben az esztendőben ünnepli 150. évfordulóját. 1873. október 27-én tartotta a Városi Történelmi és Régészeti Egylet alakuló gyűlését. Vendégem Demeter Zsófia, történész, tisztelettel köszöntöm. No, eddig arról beszéltünk Marosi Arnold haláláig, hogy miként épült fel, és lett olyan múzeum, ez a múzeum, ami a régészeti egyletből nőtte ki magát. És hát Marosi Arnold halálával erről is szó esett már az előző beszélgetésünkben, megszakadt ez a folyamat. Viszont jött a fordulat éve, 1949. Én azt hiszem, hogy ez is egy fontos pillanat, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató tanácsa ekkor jelölte Fitz Jenőt a múzeum igazgatójául, ami egy korszakos pillanat volt, én azt gondolom, ha visszatekintünk erre az időszakra. Köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok. Igen, szívesen vissza is kell tekintenünk erre az időszakra, hiszen egyrészt vége lett a háborúnak. Fehérvár háborús kárai igen számottevőek. Hál' Istennek, a múzeumra vonatkozólag mondom, hogy hál' Istennek a gyűjtemény nem lényeges sérüléseket szenvedett, viszont az épületek nagyon rossz állapotban vészelték át a háborút. Tehát igen nagy jelentősége van annak a pár éves átmehetnek 45-től tulajdonképpen az államosításig és utána Fitz Jenő megjelenéséig, mert hát nagyon nehezen folytak a dolgok. Egyrészt volt a városnak már a 30-as évek óta egy nagyon szeretett fiatal művésze, egy költője, Vörös Sándor, akit nagyon szívesen láttak a városban, közművelődési előadóként jelent meg itt, és volt a városnak egy nagyon jeles polgármestere. Ritkán szoktunk róla beszélni, és főleg az ő jelességeiről Gáspár Jánosnak hívták, aki a koalíciós időkben egy nagyon lényeges új korszakot kezdett Fehérváron, a nagyon lepusztult és nagyon súlyos károkat szenvedett Fehérváron volt feladata bőven. Igen, akkor még távol volt az MKP egyeduralkodása. Így van, távol és oly közel, mert hiszen hamarosan el kell jutnunk odáig. Ez a Gáspár János időszak nagyon lényeges szellemi pezsgést hozott a szörnyű körülmények között. Kodály Zoltán jelent meg Fehérváron az ének tanítás ügyében. Farkas Ferenc jelent meg a zeneiskola élén, és Vörös Sándor jelent meg, mint népművelősi előadó. És ilyen módon felmerült az a kérdés, hogy akkor hát múzeumigazgatóvá kéne őt tenni. De ez a egypárti korszak hamarosan elkezdődött, és hát természetesen Gáspár Jánosnak ebben nem lehetett igaza, mert az igazat akkor is a központból adták ki az igazságot, illetve az új kinevezéseket, és volt egy mellékes körülmény, amire tulajdonképpen sorozatunk címe is utal, a kutyatár, amelynek a megnyitására, azaz a kőtár kiállítására, nak a megnyitására megérkezett Radnóti Aladár. Éppen Vörös Sándor volt a múzeum vezetője, nem mondhatjuk, hogy igazgató, hiszen tulajdonképpen nem ismerték el az ő igazgatóságát. Még mindig a minisztérium volt, a minisztériumok voltak a múzeumok felügyelői, és hát Radnóti Aladár, úgyis, mint kutyafülű Aladár, ugye a versben, hát nagyon rossz állapotban találta a múzeumot, Vörös Sándort is, állítólag egy gyerekszarkofágba fekve, éppen délutáni álmát pihente ki, és hát természetesen ebből a Radnóti Aladárnak született egy kezdeményezése, hogy
dr. Vörös Sándor, ugye ekkor már doktor, nem vezetheti ezt a múzeumot, kinevezések körül baj van, majd mi, majd a minisztérium megoldja ezt a kérdést. Vörös Sándornak nem volt életcélja múzeumot vezetni, és Fehérváron megtelepedni sem, tehát hamarosan megkapták a római ösztöndíjat, és már Károlyi, amival hát Rómába utaztak, 47 egy ilyen kis közjáték, de íme mégis ezt tette híressé, a Bognár utca 3-at, hiszen igen, a múzeum utca akkor... Három alatt megnyílott a kutyatár. Így van, tehát ez nem volt más, akkor egy utca volt, egy fél utca ugyan, mert az országzászló tér miatt már megnyílt a tér fele, az országzászló elhelyezése miatt, és hát 45-ben ugye lebombázták a tér másik felét, úgyhogy ez azóta már tér, mindenféle neveken, ugye Gagarin tér, országzászló tér, Gagarin tér, Ságvári Endre tér is volt előtte, és ismét országzászló tér. Ez a mi kis történetünk így röviden összefoglalva. Tehát Vörös Sándor el, utána a minisztérium kinevezte Füle Ferencet, régész, és hát Ficienő kapott ide megbízást 1949-ben. Ez egy érdekes dátum, erről a dátumról Ficienő emlékezett meg 2000 táján, amikor is az ő kezdeményezésére szerveztük meg évente visszatérő módon a Marosi Arnold napot. Ugye, nomen est omen, Ficienő is azzal kezdte ezt az előadását, az első ilyen előadást, hogy 1949-ben, 10 évvel Marosi halála után, ő itt egy teljes mértékben feldolgozott, feltárt, kornak megfelelően struktúrált gyűjteményt talált, és ebből csak Marosi lelkesedése és kezdeményezőkészsége hiányzott. Tehát ugye ez világosan átvezet ahhoz, hogy Marosi életműből tulajdonképpen Ficienő talált fogódzókat a folytatáshoz. 49-től, ugye már az államosítás után vagyunk, 50-ig a tanácsosításig húzhatunk egy új korszakot. Azonban a tanácsosításnak az első időszakában, pontosan 62 végéig a múzeum még mindig a minisztériumhoz és a végrehajtó szerveihez tartozott. Ebben az időben természetesen először újjá kellett építeni a leromlott épületeket, és ebben az időben nyílt lehetőség arra is, hogy nagyon, nagyon lényeges pontokon megtörténjen a Marosi által elkezdett folyamat, immár Ficienő és felesége, aki kezdetben gyakornokként volt ide hát hívva, miután az akkori hatalom kézzel lábbal tiltakozott az ellen, hogy férj és feleség beosztotti viszonyban legyen. Tehát Petres Éva Ficienővel gyakorlatilag együtt jött, közben született gyermekük, tehát mondjuk időnként már bekapcsolódott a múzeum történetébe. Összesen 3 voltak, a Marosi Arnoldot még kiszolgáló Lencsés Józsi bácsi, és ők 2. Tehát ez egy igazán hőskor volt, de minden elindult, ahogyan Marosi elképzelte. Ugyanakkor itt nagyon-nagyon fontos pillanatok voltak, hiszen a tudományos osztályok, a könyvtárak, a kiállítóhelyek, a műhelyek, tehát a múzeológia egyik meghatározó helye lett itt Székesfehérváron. Igen, nagyon egyszerű magyarázatot lehet erre adni, hiszen az a darabszám, az a gyűjteményi darabszám, amivel Marosi lezárta a leltárkönyveket, az lényegesen százszorosára emelkedett, közben nyilván más szervezeti elosztást igényelt, és azt is meg kell mondani, hogy a megyei fenntartás, amely 1963. január 1-ével következett be, az egyfajta hát pénzügyi aranykort hozott, hiszen a megye most már a saját területén belül foglalkozott a múzeum ügyel, először is a megyei szervezetet alakította ki különböző időszakokban megyei kiállítóhelyek, és az Interciza Múzeum is ehhez a szervezethez tartozott.
és ezek ráadásul fejlesztés alatt is voltak. Ez 60 év története, 2013-ban lépünk át egy új korszakra. Tehát ebben az időszakban a múzeum neve Fejér megyei múzeumok igazgatósága. Igen, és itt kapcsolódik a vidéki emlékházak megszületése. Itt egy rövid felsorolást engedjen meg. Gárdony, Kápolnásnyék, Martonvásár, Vált, Csákvár, Cece, Sukóró, Szabadbattyán, Pákoszt, Füle. Igen. Ez mind a Fejér megyei igazgatóság része lett. Igen. Ez egy hatalmas áttörés mindenképpen. Hatalmas hogy sikerült megoldani, hogy ezeken a helyeken is olyan legyen, ami méltó a kiállító helyhez, illetve a megyei múzeum címhez? Ehhez természetesen egy sokkal nagyobb apparátus kellett már, illetve az, ez a két személy, akit oly sokat fogunk említeni, Ficienő és Petres Éva, akik egyrészt a tudomány, a feltárás, a régészet, mint fő profil alapján, másrészt pedig annak a megmutatása, mondjuk így, hogy röviden, hogy közművelődési bemutatása szempontjából megteremtették ezt az egész hálózatot. Ennek valóban az volt a következménye, hogy egyrészt hát nagy személyi apparátus alakult ki, nem volt olyan év, amikor valami újdonság valamelyiknek a felújítása, új kiállítása nem történt. Tehát amikor Sukurói Szilvás soron a múzeum megveszi a Zsellérházat, akkor nyilván ugye a néprajzi ház, a Sukurói Néprajzi Ház belép a sorozatba. Amikor Fehérváron bővítés történik, például 1972-ben elhatározzák, hogy az éppen bezárt patikát nem patikaként szervezik újjá, hanem múzeum lesz, ez lesz a Fekete-Sas Patika Múzeum. Ugye néhány jelentős év elteltével, miközben restaurálták, megnyílik a Fekete-Sas Patika Múzeum. Tehát a megyében és Székesfehérváron is folyik ez a fejlesztés. Ez a fejlesztés a múzeum történetére vonatkozóan egyrészt a gyűjtemény gyarapodásában, másrészt a különböző szakmák gyarapodásában is megmutatkozik. Például ugye az első két munkatárs, Kovács Péter és Kowalowski Márta, akik a művészettörténetet hozzák be. Aztán mindenki hoz valami újat, egészen a legújabb korig, például Nagy Vera a játéktörténetet, de Kralovászki Alának középkor történetet, Éri Kinga az antropológiát, Pesovár Ferenc a néprajzot, aztán halál után következő néprajzosok pedig mindegy-egy szakterületet, a vallási néprajzot, a kitekintést az egyetemes néprajzi fejlődésre, tehát mindenki hoz valami újat, engedje meg, hogy én meg igen. Azt mondjam, hogy én meg az uradalom történetet hoztam, bár a legkevésbé látványos ebben a vonatkozásban, hiszen ez egy írásbeli műfaj, de minden esetre, ha most haza megyek, akkor uradalom történettel fogok foglalkozni. Ahogy nagyon-nagyon fontos volt a múzeum baráti kör megalakítása, és 1955-öt írtunk, tehát egy kicsit ismét visszamegyünk az időben, hiszen a kiadványok az István Király Múzeum közleményi sorozatban jelenhettek meg, sőt, nem sokára elindult az Alba Régia évkönyv is, ami azt hiszem, hogy megint csak azt kell mondjam, hogy áttörést jelentett, mert hogy a több nyelven közöltek tanulmányokat, igen. Ami azt hiszem, hogy egy olyan kitekintés, ami segítette a múzeum fejlődését. Igen, egy nagyon lényeges pont, amit említett szerkesztő úr, és pontosan ma nagyon lényeges, hiszen most a könyvhét alkalmával jelent meg az Alba Régia, az 1960-ban megindított Alba Régia 49. kötete, és elhangzott az is, hogy még ebben az évben megjelenik a már egyébként szerkesztés alatt álló 50. kötet. Azért ez egy nagyon szép korszak, és mutatja azt, hogy ez egyrészt visszatekintés, és felismeri Ficienő ebben a nagy felismerő, hiszen ő egy könyves ember, neki az édesapja volt az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója, tehát a könyv az, a könyvnek a tisztelete, és a kiadvány, mint fontos szempont felismerése, ez szorosan hozzákapcsolódik hozzá.
Az 55-ös dátum fontos. Petres Éva egy nagyon fegyelmezett, nyilatkozó, de partalan beszélő, partalan emlékező. Ő emlékezett arra, nemrégen beszéltem vele erről, hogy hát egy valakitől örökölt Népfront, valami, tehát valamink hivataltól már leselejtezett stencirgéppel indultak. Ezek az első kiadványok, évi jelentések, az első kis füzetek, mai fiatalok legszívesebben félredobnák ezeket a lila színű stencilezett kiadványokat, de hát ezek voltak az elsők. Nagy kínlódás volt, és az 55-ös év, a baráti kör megalakulása tette lehetővé, ugye egy olyan korszakot, amihez visszatértünk 1873 után, a társadalmasítás, a múzeum mellett álló civil szervezet, mondanánk így, létrehozása, hogy végre valóban nyomtatott kiadványokat lehessen kiadni. Ezzel fantasztikus sorozat indult el, amelynek csúcspontja az Alba Régia valóban, de az, hogy ezeket Ficienő úgy találta ki ezeknek a szerkezetét, ma is ezt használjuk, ma is ebben jelennek meg ebben a szerkezetben a kiadványaink, hogy még semmi sem történt. Tehát leült egy papír elé, és azt mondta, hogy A sorozat, hát népszerűsítő kiadványok, B sorozat, C sorozat, lesz egy évkönyv, egy periódika, és lesznek évi jelentések. Ez az ötödik kategória, ez beolvadt az Alba Régiába utóbb. Tehát egy olyan fantasztikus dolgot adott a mai kutatók kezébe, például az én kezembe is, amikor ezzel foglalkozom, hogy csak fel kell ezeket lapozni, és arról azokról az évekről mindent meg lehet tudni. Az Alba Régia óta pedig mindent meg is tudunk mutatni, hiszen az, amit szerkesztő úr említett, hogy poliglott, tehát többnyelvű kiadványról volt szó, és ez lassan-lassan elmúlott, de az 50. Évfolyamra talán vissza tudunk térni. Főigazgató úr ezt mondta a könyvheti rendezvényen, talán vissza tudunk térni, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy ismét legalábbis két nyelvű legyen a kiadvány. Tehát nem csak a rezümék legyenek, hanem tanulmányok is. Igen, ez nagyon fontos lenne, mint ahogy nagyon fontos volt, hogy a kiállítási program is szélesedett, és egy olyan szintet ért el, ami azt hiszem, hogy már nem csak a történészek, régészek, néprajzosok, mindenki számára egy teljes egységes egészet mutatott Fejér megyében. Igen, ez így van. Most már érintőlegesen a vidéki múzeumokról beszéltünk, de kétségtelen, hogy az állandó és az időszaki kiállítások rendszeréről is kell beszélni. Az állandó kiállítások közül az első igen nagy sikerű volt az 1950-ben rendezett történeti régészeti és Velencei Tó központú természettudományi kiállítás. Ezt már nagyon kevesen látták, én sem láttam már. Wagner Nándor rendezte. Ugye Fehérváron egy beszédes név Wagner Nándoré, akkor fiatal ember, és valami olyasmit valósított meg, amit akkor még nem, egyszerűen nem tapasztalt a múzeumban járó közönség. Megszüntette a termeket, kacskaringós útvonalakat jelölt ki, technikai lehetőségek hiány saját rajzaival, hiszen ő egy szobrászművész volt. Saját rajzaival tette hát világossá, vagy élvezhetővé a kiállítást. Egyszerűen olyan kiállítás jött létre, ami csak érzelmeket kavart, fantasztikus érzelmeket kavart. Egyrészt egy nagyon impulzív, nagyon tulajdonképpen nehezen kezelhető egyéniség volt, a saját elképzeléseit hajtotta végre. Ezt az 1950-es években nagyon nem szerették, tehát az első pillanatban, 49 végén, amikor elkezdődött a kiállításnak, az első állandó kiállításnak a szervezése, akkor rögtön összerúgta a port az összes helyi szervezettel és emberrel. Nagy
veszekedések, botrányok, ezt Ficienő írja le, közepette 50. december 31-én nyílt meg az állandó kiállítás. Viszont amikor oda bementek ugyanazok a helyi emberek, meg a nagy közönség, akik eddig csak a botrányoktól hangos szóváltásokat hallották, akkor egyszerűen megdermedtek, hogy jé, hát így is lehet kiállítást rendezni. Tehát ez egy nagyon nagy jelentőségű lépés. Ilyen is van. És azt kell mondani, hogy az állandó kiállítások szempontjából ez a sor folytatódott, mert ezt a kiállítást, tehát én még nem láttam, helyette a 10 év alatt ugye öregszik egy kiállítás, 63-ban nyílt meg a régészeti kiállítás, történeti és régészeti kiállítás, ott pedig a vitrinek mikéntje és elhelyezése volt a kuriózum. Petres Éva meséli, hogy Olaszországban láttak egy ilyet egy tanulmányúton, és ők ezt megvalósították. Nagyon nagy nehézségek, hiszen nem így szokás vitrint csinálni, nem így szokás bemutatni a dolgokat. A harmadik nagyon jelentős kiállítás volt, azt már én is láttam, és sokat vezettem is benne, az 1000 éves Fehérvár kiállítás, ami megint egy teljesen formabontó, egy sötét kiállítás volt, csak az volt megvilágítva belőle, amit nézni kellett. Az összes többi a sötétségben volt, megint kanyargós, Horváth Ferenc rendezte ezt a kiállítást, megint csak egy nagy sikerű állandó kiállítás volt. És ugye már a rendházban nyílt meg aztán az új régészeti kiállítás, új, ugye ma már az sem áll, és ezzel pedig szép nemzetközi sikert is arattunk. Az időszaki kiállításokhoz kellett egy új épület, hiszen a Harab utca 3 alatt, a Bognár utca 3 alatt, az emeleti részen ugye új időszaki kiállítási terem nyílt már Marosi Arnold halála előtt nem sokkal. Itt ezzel kibővítették, egy új szárny épült, ezzel kibővítették az állandó kiállításoknak a sorát is, viszont ennek a rendbehozatalára is szükség volt, tehát itt egy tetővilágításos terem nyílt meg, ami mai napig is hát jó kiállítási lehetőséget biztosít. A másik viszont a csókképtár, amelyről... Tehát a képzőművészet is fókuszba került, ami nagyon fontos. Nagyon fontos volt, és pedig egy olyan gátszakadással került fókuszba, amiről megint Fehérvár volt hangos. Az első szempont az volt, hogy szintén Petres Éva mesélte, hogy egyenruhaszobóságot akartak ott nyitni. Ugye ez leánykori nevén a Horthy Miklós Kultúrház, amit ugye akkor nem hogy Horthy Miklósnak nem lehetett nevezni, de a kultúrház funkciót is nagyon nehezen kapta meg, és laktuk be. 1950-es években Petres Éva mesélte, hogy a Szabad Népbe Ficienő egyetlen egyszer írt cikket ebben az ügyben, hogy hát ne legyen már egyenruhaszabóság egy kultúrháznak épült épület. Na hát akkor megkapta a múzeum, hogy legyen ez az időszaki kiállításnak helyet adó, és egyáltalán raktárakat is kialakítottak. Itt a kiállítások sorát először is 55-ben Csók István megjelenése is fémjelezte, ugye ekkor nevezték el Csók István képtárnak, a 90 éves mester még itt volt. Akkorra többször volt itt, ugye már Marosi is próbált vele kapcsolatot kialakítani, ugye egy csókgyűjtemény kezdődött, 50-ben is itt járt, akkor egy életmű kiállítást rendeztek neki a Bognár utcában, és tulajdonképpen ugye a Csók István képtár elnevezése az igazán arra utal, hogy Csók István megyei születésű festő, de bizony a gyűjtemény egy része a Cseszei Csók István múzeum megnyitásakor került, már halála után lánya által a múzeum gyűjteményébe. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok voltak, illetve évtizedek, én azt gondolom. Hát most lejárt a műsoridőnk, de én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell mindenképpen, hiszen méltatlanul kevés szó esett mindez idáig
ami azt hiszem, hogy országos és nemzetközi jelentőségű a Gózium, illetve a góziumi játékok, ami szintén Ficienő nevéhez fűződik az öme. Én azt gondolom, meg hát a Megyei Múzeum gyűjteménye, ha úgy tetszik, a 80-as évek végére már meghaladta az 1 millió tárgyat, és az ország egyik legnagyobb gyűjteményének nevezhetjük a Szent István Király Múzeumot, úgyhogy legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm, hogy megtisztelt, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A 150 éves múzeumunkról beszéltünk immáron a második részben Demeter Zsófia történésszel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.